A szövetkezeti mozgalomnak nem csak múltja van, hanem jövője is lesz, hangsúlyozta Radiszláv Jovánov elnök a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség újvidéki évzáró összejövetelén. Négy vajdasági szövetkezet visszanemtérítendő köztársasági támogatáshoz jutott. A tartományi pályázatokon pedig ismét egyenrangú félként vehettek részt a szövetkezetek. A 2018-as évben az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a tagságunkat felkészítsük az iparpályázatokon való részvételre. Erre a lehetőségre hosszú éveken át vártunk. A másik fontos célkitűzésünk az, hogy a korszerű szövetkezeti ismeretek oktatása bekerüljön a mezőgazdasági középiskolák tantervébe. Örömömre szolgál, hogy anyagilag közvetlenül támogathattuk a vajdasági földműves szövetkezetek további fejlődését. Jövőre megkezdődik az iparprogram alkalmazása, ami számos korlátozást von majd magával. Emiatt a földműves szövetkezeteknek főleg az ipard eszközökre kell összpontosítaniuk, a kistermelők pedig inkább a mezőgazdasági titkárság pályázatai célozzák meg. A szerbiai agrárium tagjai a 2018-as év során 50 millió eurónyi visszanemtérítendő uniós támogatást hívhatnak le. Értesültünk az ipar pályázatokról, habár megjegyzem, mi nem, tehát inkább termelő szervezők vagyunk, mint termelő szövetkezetek valójában, de amennyire lesz lehetőség, valószínűleg, hogy a tárolókapacitásoknál megpróbálunk jelentkezni. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség 2017-es újságírói díját Danica Milutinov a Lénia című mezőgazdasági műsor szerkesztője vehette át.